Most pedig határvédelemmel kapcsolatos információk következnek. Januárban 2800, februárban pedig már több mint 3200 illegális bevándorló érkezett Szerbiába. Vagyis folyamatosan nő a migrációs nyomás a balkáni útvonalon, az ENSZ adatai szerint. Bár a szerb hatóságok egyre gyakrabban razziáznak és gyűjtik össze azokat, akik nem hajlandóak bemenni a befogadó központokba, a migránsok jelenléte egyre nagyobb probléma, nem csak a Vajdaságban, hanem a fővárosban is. Tele vannak migránsokkal a belgrádi parkok, és a pályaudvarok közelében is óriási a mozgás. Vannak, akik buszra várnak, hogy elinduljanak északra a magyar határ felé. A legtöbb ilyen utazást embercsempészek irányítják a háttérből. A bevándorlóknak az a céljuk, hogy minél előbb az Európai Unió területére szökjenek. A taxisok nem is tagadják, évek óta a legnagyobb üzlet a migránsok szállítása Szerbiában. Az ár alku kérdése, de az M1 úgy tudja, akár több száz eurót is elkérnek a sofőrök egy-egy ilyen útért. Vannak olyan taxisok, akik egészen a határzárig szállítják a migránsokat. Akinek van pénze, az velük utazik, a többieknek viszont maradnak a buszjáratok. Közben a buszokon is megy az üzletelés. Az egyik buszsofőr nemrég arról panaszkodott az MS stábjának, hogy olyan migránsok is vannak, akik készpénzzel akarják lefizetni, hogy vigye el őket a határzárig. Minden járaton legalább 15-en, 20-an vannak. Volt, hogy a fél busz tele volt velük. Megérkezek velük ide Zomborba, itt várják őket a taxisok, és illegális útvonalon hatalmas összegekért átszállítják őket Magyarországra. A többi utas ezt tűri. Van, hogy 15-20 percig szellőztetem a buszt utánuk, mondta ez a belgrádi buszsofőr. A pénzváltók körül is mindig nagy a mozgás. A helyiek szerint az esti órákban a migránsok láthatóan szabadabban és indulatosabban viselkednek, nem ritka, hogy egymással is összetűznek. A veszekedések szinte mindennaposak, de az is gyakran előfordul, hogy a viták késelésig fajulnak. Az ilyen leszámolásoknak halálos áldozatai is voltak. Az egyik afgán migráns azt mondta, már 5 hónapja van Szerbiában. Többször is próbált már átjutni a szerb-magyar határzáron, de mindig elfogták és visszavitték. Legálisan, vagyis a határátkelőn keresztül azonban egyszer sem próbálkozott, mert állítása szerint elvesztek a papírjai. Most végre sikerült neki üzletet kötnie egy embercsempésszel, aki azt ígérte neki, hogy illegálisan juttatja el Franciaországba. Több ezer eurót fizettem, hogy ide jussak Szerbiába. Most még 4-5 ezer eurót kell fizetnem, hogy innen elvigyenek Franciaországba. A családom küldött pénzt. A szerb-magyar határon nagyon nehéz átjutni, mondta a férfi. Egy magát afgánnak valló migránssal is sikerült interjút készítenie az M1-nek. Ő azt mesélte, hogy a szerb-magyar kerítésen létrákkal próbálnak meg átjutni. Ez a legfelkapottabb módszer jelenleg. A migráns állítása szerint ezeket az akciókat embercsempészek tervezik meg, és ők is irányítják. A vadonatúj alumínium létrákat az embercsempészek adják a bevándorlóknak. Állítólag ez is benne van a szöktetés árában. 1500 eurót fizettem az embernek, akinek létrája volt. Elvezetett bennünket a kerítéshez, és sikerült is átmásznunk, de ott utána elkapott a rendőrség, és visszaküldött ide, mondta a férfi, aki azt állítja, Afganisztánból jött, és Németországba akar eljutni. Szerbiában a becslések szerint legalább 5000 migráns tartózkodik. A hivatalos adatok szerint januárban majdnem 2800-an érkeztek. A Frontex adatai szerint az év első hónapjában a nyugat-balkáni útvonalon emelkedett leginkább a migrációs nyomás. Nemrég Szabadkán migránsok lövöldöztek, az elmúlt hetekben késes támadás is történt, a betörések pedig szinte rendszeresek. 7. éve élnek együtt a migrációval a Vajdaságban. Most Magyar Kanizsára kapcsolunk Lackó Róberthez, a képviselőtestület elnökéhez. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük azzal, hogy mindezt, mármint hogy a migránsok száma a tavalyi évben jelentősen növekedett Magyar Kanizsán is, hogyan élik meg a lakosok? Milyen napi problémát jelent mindez? Igen, sajnos ez a történet Magyar Kanizsán, Magyar Kanizsa községben már javából 7 éve tart, és hát ez egy olyan állapot, amit nem lehet megszokni sajnos. Ezzel együtt kell élni nekünk, itt egész Magyar Kanizsán, de főleg a horgosi, martonosi településeken és Magyar Kanizsán.
Sajnos egy bizonyos idő után már az emberek elfásulnak természetesen, hiszen nem lehet ez a mindennapjainkat nem lehet ezek nélkül megélni. Hozzáteszem, hogy az utóbbi időben valamilyen szinten csökkent a jelenlét, tehát a migránsok jelenléte, ugyanakkor aggasztó az, hogy az összetételük az most már szinte 100%-osan fiatal emberek, katonaviselt emberekről van szó, az előző évekhez képest, ugye, amikor még hát gyerekes anyák és gyerekeket is láttunk. Az utóbbi napokban talán, és hallottam az önök fölvezetőjét, ugye itt Kanizsa községben megfeleződött a létszám, amit hát szerintem azért van, mert hogy nagyobb frekvencia, tehát nagyobb a mozgás a szabadkai és a zombori, hát úgy mondom, központok felé, ahol, mint önök is említették, az embercsempészek azért nagyban dolgoznak. Ugyanakkor több akció volt az utóbbi hetekben és talán két hónapban, amikor is említették a létrákat is, az most nagyon jó üzlet, az alumínium létra, több száz alumínium létrát szedtünk össze, és gyűjtőpontra vittük őket, de hát ez állandó utántöltéssel pótolják, úgyhogy folyamatos a jelenlétük, járőrözésekkel próbáljuk ezt valamilyen módon ellensúlyozni, de az éjszakai órák azért még a lakosság nagy részénél, főleg azokon a helyeken, ahol tartózkodnak, azért nyugtalanságra adnak okot mindenféleképpen. Arra kérem, hogy erről egy kicsit meséljen bővebben is, hogy milyen nyugtalanságra adnak okot, tehát a helyiek életében milyen napi szintű problémát jelent a migránsok megnövekedett számot a településen? Hát, mint említettem, itt főleg Horgoson legnagyobb, hogy mondjam, háradat alatt. Ott vannak járőreink napközben, a település magát valamilyen szinten rendbe tudjuk tartani. Persze közel van a határ, ahol ők tartózkodnak, a Höszke 2-n és hát a Kisforgosnak nevezett gyűjtőponton egy régi elhagyatott épület. Viszont ezek az emberek bejárnak élelmiszerért, vízért, telefontöltőkért, létrákért, mint hallottuk, ha kell. És hát azért ez egy nem megnyugtató látvány. Az élet Horgoson, mint eddig is, folyik tovább, viszont a gyerekeket nem igazán engedik ki egymagukat az utcára, és főleg, amikor már sötétedés van, hiszen nagy területről van szó, az idegesség természetesen ki van ülve ezeknek az embereknek az arcára, és hát egyre több kamera van felszerelve, villanypásztorok a kapukra, és hát a járőreinkkel együtt próbáljuk ezt valahogy ellensúlyozni. Hál' Istennek az utóbbi időben, most Horgosról beszélek és Magyar-Kanizsáról, különösebb atrocitások nem történtek. Remélem, hogy ez annak is az oka, hogy próbálunk minél jobban odafigyelni a napi teendőnkre. És esetleg amellett, hogy atrocitások nem történnek, visszaszorulóban van a bűncselekmények száma, mert hogy a hírekből lehet tudni, hogy ugye egyre több a bűncselekmény, viszont ahogy ön is utalt rá, ezzel a járőrözés gyakoribbá tételével próbálják felvenni a harcot. Igen, tehát nem mondom, hogy nincs, van. Kapunk ilyen jelentéseket, de hát ez főleg az elhagyatott házaknál történik, meg próbálkozások vannak ott, ahol idősebb lakosok vannak, de mondhatom, hogy ez nem nagy példányszám, inkább Szabadkára, nagyvárosokra jellemző tudomásom szerint, és hát ahogy tudom, hiszen értesültünk a majdáni kollégákkal is, ugye a Kübekházi átjárónál, ott is felére csökkent jelenleg a migránsoknak a létszáma, több a járőrözés is, de hát ott is az emberek, ha végigmegyünk autóval, szinte minden házon villanypásztor van, és hatalmas kutyákkal védekeznek, az a kevés lakos, aki még ott maradt, hiszen ezek az utóbbi években el lettek űzve onnan egyszerűen a településről, főleg az idősebbek. Még egy fontos dolog, hogy önöknek, akik ugye nap mint nap átélik ezeket a problémákat, milyen javaslataik lennének arra, hogy mondjuk legalább lakott területen némi nyugalom legyen? Hát őszintén megmondom, nagyon nehéz erre javaslatokat adni, mivel hogy ez nem önkormányzati probléma, ez egy globális probléma, ezt már régóta ugye beszélgetünk erről. Mindenféleképpen ahhoz, hogy a veszélyt megszüntessük, meg kell szüntetni a veszélyforrást. Ez pedig Szerbiában a déli határ. Egyértelmű, hogy ott kell lecsökkenteni ezt a zátjáróházat, hogy úgy mondjam, hiszen az itteni Magyarországon a
meglévő, megépített kerítés azért én szerintem működőképes, viszont nem értsük azt, hogy mégis állandóan próbálkoznak. Most a Tiszán köröztül az utóbbi időben nem, hiszen nagyon sokan oda vesztek, tehát ezek az emberek azért egy kilátástalan helyzetben vannak, akár milyenek is, úgyhogy megérteni nem fogjuk őket persze, de a megoldást erre mindenféleképpen felsőbb szinten kell meghozni, mi helyi szinten egyszerűen csak védjük a lakosainkat és próbáljuk a napi életet biztosítani a lakosok számára. Lackó Robertnek, a Magyar Kanizsai Képviselőtestület elnökének nagyon szépen köszönjük. És ezek voltak a határvédelemmel kapcsolatos információk ma csütörtökön, de ne feledjék, hogy ilyen információkkal minden hétköznap 3:49 körül várjuk Önöket itt az M1-en.